Üdvözlöm a nézőket Szegedről, Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk, kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözön alapzaja közepette igazán oda kellene figyelnünk. De mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le a frissen megjelenő tartalmainkról. A Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Köszönöm. Most pedig nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban. A történelmi tanszéken kifejezetten tudományos diákkör működött, ambicionálták azt, hogy diákok is kutassanak, és egyfajta szimbiózisban éltek a tanárok a diákokkal, ami jelentett adott esetben kocsmázást is, és jelentett filmeknek a megbeszélését például a tanszékvezetőnkkel. Rendszeresen voltak ilyen megbeszélések, hogy volt egy új Jancsó film, akkor azt néhányan az ő vezetésével azt megvitattuk. Tehát ott egy pezsgőbb szellemi légkör volt, és ott dőlt el, hogy tulajdonképpen történészek azzal, hogy az első évben volt egy ilyen, első fél évben egy ilyen tárgyunk, hogy bevezetés a történt tudomány módszereibe vagy elméletébe, és azzal kellett zárni, hogy írunk egy kis dolgozatot. És én is írtam egy kis dolgozatot, amely tetszett a tanárnak, kibővítettem, és már elsősként a következő tavasszal az akkori diákköri konferencián első díjat kaptam vele, és ezzel tulajdonképpen eldőlt, hogy a történelmi irányába megyek tovább, és az érdekes az, hogy a szegedi elhárítás is ezt ambicionálta. Tehát tulajdonképpen köszönhetek sokat a szegedi elhárításnak, mert arra utasította az ügynökeit, meg a társadalmi kapcsolatait, hogy a Rumsicsot abba az irányba kéne befolyásolni, hogy a tudománnyal foglalkozzon, hagyja ezt a filozófiai meg a politikai irodalom, és valójában ez történt. Önéletrajzi könyvvel, mégpedig két kötettel ünnepelte 70. születésnapját Romsics Ignác, az egyik legismertebb és legelismertebb magyar történész. Ahogyan ő maga fogalmaz, az első kötetből kiderül, hogyan vált történésszé, a másodikból pedig az, milyen történésszé vált. Az összesen 900 oldalnyi visszaemlékezés azonban jóval több személyes történetnél, habár olykor éppen a személyességével lepi meg és gondolkodtatja el az olvasót. Romsics Ignác a tőle megszokott perfekcionizmussal családtörténetet, helytörténetet, tudománytörténetet és persze politikatörténetet is elénk tár. Így nem csak az derül ki, hogyan és milyen történész lett belőle, hanem az is, milyen az az ország, a hazánk, amelynek a történelmével foglalkozik. Két részes beszélgetésünk első felében az önéletrajz megszületéséről és a személyes életútról beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Romsics Ignácot, örülök, hogy itt van. Hogyan jutott arra a döntésre, hogy önéletrajzot ír? Nem tudom, mennyire általános ez például történészeknél vagy tudósoknál. Hát előfordul az elődök közül, a nagy elődök közül Marcali Henrik is írt ilyet, és a fiatalabb Május Elemér is írt ilyet. Többen elkezdték, de hát nem jelent meg, vagy csak részben jelent meg. Azt lehet mondani, hogy nem tipikus, bár az én kortársaim közül is néhányan tettek közé ilyen személyes jellegű visszaemlékezést, például Kövér György vagy Gyáni Gábor, de nem egy könyvterjedelemben, vagy pláne nem két könyvterjedelemben, hanem egy rövid eszében vagy tanulmányban. Hogy bennem ez miért fogant meg, azt tulajdonképpen nem tudok rá biztos választ adni. Amire visszaemlékszem az az, hogy a Covid alatt, 2019-20-21-ben, amikor a tanítás szünetelt, az akadémia zárva volt, nagyrészt otthon voltam, és ez alatt, az idő alatt történt, hogy a padlásra fölmerészkedtem, és előkerestem azokat a régi-régi félretett dokumentumokat, amelyekről gyakran már nem is tudtam, hogy voltak, és hát ez alapján elkezdtem konstruálni az életrajzomat, de azt hiszem, hogy ez csak az igazságnak az egyik része. Valószínűleg ettől függetlenül is volt egy olyan szándék, egy indítatás bennem, hogy megmutassam egy egész más környezetben, világban élő embereknek azt, hogy egy 1951-ben Magyarországon született, faluban született parasztgyerekből hogyan lesz értelmiségi, hogyan lesz történész. Azt gondolom, hogy ez érett bennem, és előbb vagy utóbb erre sort kerítettem volna, de a Covid ezt kvázi kínálta a lehetőséget. Mielőtt erre rátérnénk, megkérdezném, hogy mit talált a padláson. Biztos talált határidőnaplókat, mert napra pontosan hát végigkövethető, hogy mikor történt, vagy mikor jelent meg. Az első dolgok mindenek előtt az, hogy
A gyerekkori gimnáziumi leveleim azok nincsenek meg, de a gimnáziumi tevékenységemnek számos dokumentuma meg volt, például amikor a ilyen honismereti táborban voltam Nagybányán, azoknak a dokumentumait félretettem, és itt erről az időszakról a középiskolás kollégium évekről nem is annyira az én emlékeim voltak az irányadók, hanem a kollégium igazgatójának és magának a kollégiumnak az iratai, amelyek részben a Kalocsai Múzeumban, részben pedig a kollégium jogutódjánál megtalálhatók. Tehát egy precíz ember volt az igazgatónk, Szvétek Sándor az igazgatónk is, precíz ember volt, és nagyon akkurátusan félretette évről évre azokat az iratokat, amelyek fontosak voltak. Úgyhogy ott megtaláltam például azt, hogy másodikos gimnazistaként mit gondoltam az új gazdasági mechanizmusról, mit gondoltam a szabadságról és sok minden másról, és megtaláltam az ezzel kapcsolatos reflexiókat is, tehát kvázi tudtam ellenőrizni a saját memóriámat, ami nem volt olyan rossz, de ezt így dokumentálni tudtam. Tehát nem fabuláltam, vagy nem csak a emlékemre hagyatkoztam, hanem megnéztem ezeket a dokumentumokat. És azután a későbbiekben akkor naplót vezettem. Tehát az egy nagyon fontos dolog volt, hogy 18-19 évesen főleg olvasmánynaplót vezettem, de egy nyári nagy utazásra, egy motorbiciklis utazásról leszerelés után arról egy ilyen nyilván Kerouac hatására, vagy Seprűn hatására. Igen, erről szól van a igen, ilyen nagy utazásról írtam egy ilyen magyarországi nagy utazásról. Magyarországi nagy utazásról, ugye Seprűnél az más volt. Milyen döntéseket kellett hozni akkor, amikor belevágott az önéletrajzba? Amikor én elkezdtem olvasni, akkor azt tapasztaltam, hogy én, ha akarom, ha nem, itt most olyan részletességgel meg fogom tudni, hogy Kalocsa környékén ezek a falvak hogyan keletkeztek, kik laktak ott, mivel foglalkoztak az emberek, mit ettek, ez egy borzasztó izgalmas rész, hogy mi került az asztalra az 50-es években. Tehát, hogy valahogy az a kép alakult ki rólam, hogy ha ön elhatározta azt, hogy ez az életrajz megszületik, akkor ennek olyannak kell lenni, mint bármilyen történeti munkának, ami a keze alól kijön. És kicsit talán az is mozgathatta, legalábbis én ezt találgattam a gondolkodását, hogy ha már belevágott ebbe a vállalkozásba, akkor ez forrásmunkának is alkalmas lesz arra, akár arra vonatkozóan, hogy valóban Kalocsa környékén hogyan éltek az emberek, akár azzal kapcsolatosan későbbi évtizedekre vonatkozóan, hogy egy értelmiségi 1987-ben mekkora fizetéssel rendelkezett. Ez pontosan így volt. Azt gondoltam, hogy az is egy történeti forrás, hogyha leírom, hogy az 50-es, 60-as években hogy nézett ki egy vidéki, Kalocsa környéki kis falu. Ez is egy történeti forrás, hogyan modernizálódik. Hogyan lesz a kis házból, földes, vert falu házból, hogyan lesz egy padlós, kövezett ház, hogyan vezetik be a villanyt, azután a közműveket. De a későbbiekben valóban igaza van, nem nagyon szokás a visszaemlékezésekbe, se a Marcali, se a Májusz erről nem ír például, akit említettem, hogy az anyagi helyzetük hogy alakult. Én azt gondoltam, hogy ezzel növelem a visszaemlékezésemnek az értékét, hogyha leírom pontosan, hogy évről évre hogyan alakultak az anyagi lehetőségeink, és ez azért tudtam megtenni, mert ezeket is fölírtam. Akkurátosan későbbiekben a éves naptáraimba, zsebnaptárakba mindig fölírtam, hogy milyen bevételem volt mennyi, milyen kiadás volt és mi a szaldó. Később a 80-as évek végétől pedig, amikor már adóbevallást kellett csinálni, bevezették a személyi jövedelemadót, onnantól kezdődően pedig félretettem a... Hogy megvannak a személyi jövedelemadóbevallásaim. Félretettem ezeket a 80-as évek végétől az adóbevallásaimat, úgyhogy azokból is ez pontosan látszik. Most azt akartam volna elkerülni, ez ne tűnjön hivalkodásnak, mert a utolsó években én elég jól kerestem. De nem szégyellem, mert munkával kerestem ezeket, és az életemnek az első felében elég szegény voltam tulajdonképpen. Tehát elég sokat kellett dolgoznom ahhoz, hogy a jobban kereső magyar értelmiségiek közé tartozzam. De így van, ahogy mondta, azt gondoltam, hogy ez egy plusz ismeretet, információs forrást ad az olvasónak és a későbbi leendő történészeknek. De ha már így szóba hozta, akkor én ezen is gondolkodtam a pénz kapcsán. Hivalkodásnak egyáltalán nem tartottam, de hogy miután, és akkor végül is belevágok a lényegbe, ami engem a leginkább megragadott ebben a főleg a fiatalkori és a történészi válással foglalkozó részekben, hogy hát ez egy mobilizáció történet. Tehát, hogy hogyan indul el valaki egy paraszti családból, és válik
egy vezető értelmiségivé, és én például a pénzkérdést is úgy tekintettem, hogy hát ez a mobilizáció útjának az egyik jelzése, hogy honnan, hová lehet eljutni. Azt nem lehet mondani talán, hogy önök szegénységben éltek volna, legalábbis az adott kor színvonalán. Hát azért, vagy a... hát azért éppen Szegeden olyan albérletre laktunk a feleségemmel, amiben se víz nem volt, semmi hát nem úgy volt. Úgy értettem, hogy az általános szegénység időszakában nem volt kirívó a helyzetük. Így hát nem volt ez a szegénység általános, tehát az én későbbi pályatársaim között a krákosi korszakban is villában laktak, budai villában laktak, és volt, hát persze, és volt villany, vagy... volt víz, minden volt, ami a, ami a 20. századi komfortot jelenti. Tehát nem mondanám, hogy ez általános szegénység volt. Bizonyos szempontból az volt, de hát azért a lakásviszonyok, azok nagyon nagy mértékben különböztek Buda és Alsómegy között, vagy akár ez itt Szegeden is, hogyha az én albérletemet nézem, vagy pedig egy-két évfolyam társamnak a lakását nézem. És akkor mennyire volt, ha lehet ilyet mondani, általános ez a mobilizáció történet. Én úgy tanultam társadalomtörténetből, hogy 1945 után, hát legalább két évtizedig óriási társadalmi mozgások zajlottak le, és például lehetőség volt egy ilyen pálya befutására, nem annyira kivételesen talán, mint az azt megelőző jó néhány évszázadon keresztül, de ahogy mondja, azért itt a kulturális tőke átadása, ez továbbra is jelen volt másoknál. Igaza van ebben is, mert 1940-es évek végétől a 60-as évek elejéig szüksége volt az új rendszernek egy új értelmiségre, és ennek érdekében a vidéki, falusi, de a városi munkásgyerekeket is kifejezetten ösztönözték arra, hogy egyetemre, főiskolára menjenek és értelmiségévé váljanak. Abban az időben azonban, amikor én a gimnáziumot végeztem, és utána ide Szegedre jelentkeztem, ez a 60-as évek vége, akkor ennek éppen vége lett, mert 62-63-ban szüntették meg azt a felvételi rendszert, amely előnyben részesítette az F-eseket és a fizikai dolgozókat, tehát én ebben már nem részesültem ebben a kedvezményben, és jól emlékszem rá, hogy később azután diák vezetőként a felvételi bizottságban is benne voltam, mint Szegeden egy vagy két alkalommal, és emlékszem rá pontosan, hogy egy dologra kellett figyelni, a szocialista hazáért kitüntetéssel rendelkezők nem tudtak olyan rosszul felvételizni, hogy ne vegyük föl őket. Tehát ez volt a felvételi bizottság elnökének az előírása 60-as évek végén, 70-es években, a szoc hazáért emlékérelemmel rendelkezőket, tehát akik 56-ban jó oldalon álltak, vagy 40 után, azokat föl kellett venni. De az F-eseknek már nem volt ilyenfajta megkülönböztetése, és éppen ezt érzékelte is a falu. Mert akik az 50-es évek második felében kerültek el, azokból mind gimnáziumban, azokból mind értelmiségi lett. Ám akik a 60-as években, azokból gyakran kőműves lett, vagy vasmunkás lett, mert az érettség után már nem vették föl őket. És ezt a falut érzékelte, és jobban meggondolta, hogy a gyerekeket hova küldjék. Úgyhogy az én esetemben is ez fölmerült, hogy gimnáziumba menjek, ami egy bizonytalanság, hogy mi lesz majd, vagy pedig szakmát tanuljak, ami ugye egy biztos kenyér. Tehát ez a 65-ről beszélek, 65-ben már ezt is érzékelte a falu, de szerencsére jó döntést hoztak végül a szüleik. És az, hogy mondjuk többen maradtak ott falun, és végeztek valamilyen helyi tevékenységet, az nem függött össze azzal is, hogy a kisiparos tevékenység, a mezőgazdaság modernizálódása következtében bizonyos értelemben újra vonzóbbá váltak ezek a pályák? De ez is közrejátszott, talán egy kicsit később, mert az első időben, a 60-as évek első felében a TSZ-ek hát elég nyögvenyelősen működtek, és nagyon keserves dolog volt a munkahelyiségből megélni. A 60-as évek közepétől azonban ott is változtak a fizetési viszonyok, többek között a nádudvari mintának megfelelően, tehát adtak évközben terményt, amiből meg fizetést, amiből jobban lehetett élni, és az eredményességet is jobban figyelembe vették. De főképpen a gépesítés volt a fontos, hogy a 60-as évek közepére, a második felére, hát eltűntek a régi körmös traktorok, amiből egy-kettő volt, és nagyon korlátozottan lehetett használni csak szántásra, de szállításra mondjuk nem, és megjelentek a gumikerekes, NDK-s és szovjet traktorok, amik a régi gépeket, bocsánat, valaki Orawetz Imre regényeit olvassa, akkor képet nyerek belőle, hogy hogyan nézhetek. Úgyhogy ezek szállításra is, szántásra is sok minden multifunkcionális gépek voltak, és főleg megjelentek a kombájnok. Tehát én kisgyerekként az 50-es évek második felében még megéltem azt, hogy milyen kaszával aratni. Nekem ott sok funkcióm nem volt, maximum a búza szárból font kötelet dobtam a kéve alá, még iskolás se voltam, de azt láttam, hogy ez hogy működik, a kézikaszálás.
és azután a 60-as évek közepétől megjelentek a szovjet kombájnok, ami egy egészen más dolog volt, és például elképzelhető, hogy ez a modernizáció, amely nem csak a TSZ-ben, de a mindennapokat is jellemezte a faluban 60-as évek második felétől kezdődően, ez befolyásolta a fiatalokat, például az én öcsémet is, aki nem tanult tovább, hanem mezőgazdasági gépszerelő, gyakorlatilag traktoros és kombájnos lett, és a 70-es évek elején messze jobban keresett, mint én. Azért is érdeklődöm a mobilizáció iránt, mert talán szóval az egyik legelgondolkodhatóbb mondat, amikor a nagyapját, a nagyon szeretett nagyapját idézi azzal kapcsolatosan, valami olyasmit mond, hogy ha tudta volna, hogy ez lesz a TSZ-esítésből, nem ágált volna ez ellen pontosan annyira. Ez így van. Tehát a 61-ben jött be hozzánk, azt hiszem, vagy 62-ben a TSZ, és a nagyapám annak ellenére, hogy néhány holdföldje volt, tehát tényleg egy szegény paraszt volt, ennek ellenére nagyon ellenezte, és összeegyeztethetetlennek tartotta azokkal az elvekkel, azzal az egyszerű világgal, amiben ő szocializálódott. Aminek az volt a lényege, hogy dolgozni kell keményen, és akkor lassan-lassan gyarapodunk. És az, hogy elveszik valakitől a földet, például az övét is, vagy elveszik a lovát, ez egy rettentes élmény volt számára, és amikor a 70-es évek elején meghalt, akkor valóban emlékszem rá, hogy egyszer megkérdeztem tőle, hogy hát papa, hogy látod, hogy van ez a dolog, és akkor mondta ezt a mondatot, hogy hát ha tudta volna, hogy ez lesz, akkor ezt nem ellenezte volna ennyire. Itt a fő dolog az volt ezek az egyszerű parasztemberek szempontjából, hogy öregségi járadékot, illetve nyugdíjat kaptak. Azok, akik nem dolgoztak a TSZ-be, de beadták a földjüket, azok öregségi járadékot kaptak 62-től. Így például az én dédanyám 260 forintot kapott akkor, ami a családnak a biztos bevétele volt több éven keresztül. Azután, amikor a nagyapám is már elérte a 65 évet, tehát hogy a 70-et, akkor ő már nyugdíjat kapott, mert a TSZ-be dolgozott 10-11 néhány évet, és ez számukra egy olyan dolog volt, amit korábban nem tudtak elképzelni, hogy van nyugdíj, ami minden hónapban hozza a postás, és nem kell érte semmit csinálni. Úgyhogy ez nagyban hozzásegítette őket ahhoz, hogy megbarátkozzanak az új viszonyokkal, amit egyáltalán nem akartak, és nem támogattak kezdetben. Ezt talán kevesen tudják a nézők közül is, hogy csak 1975-ben terjedt ki a társadalombiztosítás az egész lakosságra. Tehát, hogy ez egy... Akkor egységesítették, tehát, így hogy van. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, tulajdonképpen egy viszonylag fiatal társadalmi vívmány, hogyha ezt a kifejezést használ. Ezt elkezdték igazából a mezőgazdaságban dolgozóknak a nyugdíját, illetve a szociális biztosítását a Horthy korszakban, igen. De ez nagyon lassan haladt előre, és nem vonatkozott az egyéni gazdákra, akik saját biztosítást kötöttek, ha akartak, de általában nem kötöttek. A szegény parasztságnak még nem nagyon akartak jókat adni. Így van. De a TSZ-esítés az azt is jelentette, hogy x év után, ezt pontosan nem tudom megmondani, 10-12 év után nyugdíjjogosultak lettek, és a 70-es évek közepén egalizálták a mezőgazdaságban dolgozóknak, illetve az ipari munkásoknak a nyugdíját, tehát megszűnt az a differenciálás, amely Horthy kortól kezdődően jellemezte a magyar társadalombiztosítás. Mindez csak azért tartom fontosnak, mert bár a fizikai dolgozók gyerekeinek ez a pozitív diszkriminációja, vagy talán kicsit eufemisztikusan fogalmazok, meg is szűnt a 60-as évek elején, de közben hát ilyen mozgások zajlottak a társadalomban, tehát talán nem csak az FS minősítés vezetett ahhoz, hogy faluról el lehetett jutni az egyetemre, hanem hát ugye ez 30 évvel korábban sem volt elképzelhető, tehát mégiscsak bizonyos értelme átjárhatóbbakká váltak a társadalmi rétegek közötti határok. Ez pontosan így van, annyit tennék csak hozzá, hogy igazából ez egy általános világtendencia, és azon belül ez nem kell szinte rendszerektől függetlenül magyarországi tendencia is, és ezt elkezdték az 1930-as években a Horthy rendszerben, azt, hogy a vidéki vagy a szegény származású gyerekeket, a tehetségeseket ösztöndíjba kell részesíteni, és tanítani kell. Ennek érdekében alapítványokat, ösztöndíjakat hoztak létre. Hát apám például így tanult a bajai cisztercitáknál 2 vagy 2,5 évet a 40-es évek elején. És hát emlékszünk ilyen Németh Lászlónak a cikkeire, Zilahi Lajosnak a cikkeire, Népi Kollégium, a Györfi Kollégium, Bolyai Kollégium, szóval tulajdonképpen a Nékosznak az alapjai visszanyúlnak a Horthy korszakra. Tehát az, hogy valamilyen módon a társadalmi mobilitást gyorsítani kell, ez elkezdődött a 30-as években, nagyon fölgyorsult, irracionálisan fölgyorsult
az 50-es években ideológiaokból, és ez egy kontraszelekciót eredményezett, ezt tegyük hozzá, és azután valamikor a 60-as évektől kezdtek normalizálódni a dolgok, amikor már nem szakérettségivel egy-két év alatt képezték ki az értelmiséget, hanem rendesen egyetemi képzést kaptak, például az agrárménekök százai jöttek ki évente Gödöllőről, akik hát egészen más fölkészültséggel rendelkeztek, mint a korábbi középparasztok, akik addig a TSZ elnökök voltak. De ugyanezt mondhatnám a katonatisztekre, a tanárokra, tanítókra és egyebekre. Tehát egy nagyon gyors, irracionálisan gyors kádercsere vagy elitcsere után a 60-as, 70-es évektől ez beállt, azt hiszem, egy normális mederbe. Hogyan dőlt el az, hogy önből személyesen gimnazista lesz, és nem a könyves iskolába küldik? Hát ez volt egy családi tanács, és ebben a családi tanácsban a legkevésbé iskolázott nagyapám volt az, aki legempatikusabban viszonyult hozzám, és látta, hogy ugye a gyerek sír, vagy majdnem sír, hogy nem mehet a gimnáziumba, ami számomra az olvasás továbbfolytatását és a könyveket jelentette, a könyvek világát, és akkor ő mondta ki azt a döntő szót, hogy hát akkor, és ezt így, ezt nagyon jól emlékszem rá, hogy akkor mi majd dolgozunk helyette is, és érte is. Mit jelentett gimnáziumba kerülni akkor? Hát az egy óriási dolog volt. Az a kevesebb gimnazista is volt, arányosan a generációra vetítve, mint ma. Igen, a gimnázium tulajdonképpen a 60-as, 70-es években lett általános Magyarországon. Két világháború között ezek elitiskolák voltak, akadémikus tanárokkal, publikáló tanárokkal, főleg a pesti, a Trefordban, a evangélikus, a Fasori gimnáziumban. Hát ez 12 órája volt egy középiskolai tanárnak. Saját szobájuk volt. Tehát az egy Szabó Dezső a század elején, amikor a Székelyudvarhelyen kiosztották a bizonyítványt, akkor fölült a helyi vicinálisra, Párizsig meg se állt. És akkor jött vissza, amikor kezdődött a tanítás. És ezt oda kérte a fizetését, és ebből ezt meg lehetett csinálni. A 60-as években ugye ez az elit jelleg 70-es olyan megszűnt, viszont egyben elterjedt az egész országban, és valóban a rendszer végére, 80-as évekre a korosztálynak 50-60%-a járt középiskolába. Na most az ugye nagyon függött, hogy egy hagyományokkal rendelkező patinás gimnáziumról van szó, vagy egy újonnan alapított, könyvtár nélküli gimnázium. Hát ez egy patinás. És én egy patinás gimnáziumban jártam, amit hosszú éveken keresztül a jezsuiták működtettek, és ennek volt egy fiú kollégiuma is, amely kifejezetten arra rendezkedett be, hogy ezekből a falusi gyerekekből, hát hogy így mondjam, értelmiségét faragjon. Maga az igazgató, Szvétek igazgató úr is egy kalocsai napszámos, egy özvegyasszony napszámosnak volt a gyereke, és a helyi tanítóképzőbe tanult, és utána végezte az egyetemet, és hát ezt ő missziónak tartotta, és ez nem volt sikertelen. Ez úgy, hogy ez alatt a 4 év alatt együtt éltek a környékbeli orvosok, állatorvosok, TSZ elnökök, VB titkárok gyerekei, a kifejezetten paraszt gyerekekkel, és ott együtt szocializálódtak, akik közé néhány nevelhetetlennek tartott pesti gyerek keveredett, mert hogy híre volt ennek a kollégiumnak. Ezt jó hallani, hogy föltalálták már az integrált oktatást a körben. És ez nagyon, ezt mindenki kérdezte, hogy ez hogy működött. Azért, hogy ezt nem éreztem ott magam hátrányosan, vagy diszkrimináltnak, vagy nem éreztem, mert a társaim fele is olyan volt, mint én, olyan közegből érkezett, mint én, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy a kollégiumnak, a gimnáziumnak is, de főleg a kollégiumnak a legfontosabb rendező elvei szempontja, meg a minősítési szempontja a teljesítmény volt. És hogyha én irodalomból, történelemből, vagy akármiből jobban teljesítettem, mint az állatorvosnak a gyereke, vagy a volt általános iskolai igazgatómnak a gyereke, aki ki is bukott, akkor én érezhettem, hogy én valaki vagyok, és megbecsülnek. Úgyhogy nem nagyon volt kisebbségi érzésem ebben a közegben, próbáltam megfelelni, nem sikertelenül, azt hiszem. Sok szempontból ezt tulajdonképpen folytatta a falusi szocializációt, ugye az egész életrajzon végigvonul, hogy nem tudom egyszerűbben mondani, hogy állandóan rengeteget dolgozik. Igen. És hogy ezt olyan magától értetődőnek tekintő, hogy állandóan rengeteget dolgozik, ez a gimnáziumi és a gimnázium mellett a kollégiumi lét erre vezeti rád, hát nyilván ezt hozza otthonról is. Na most ezt már kérdeztem más is tőlem, és gondolkodtam rajta, hogy miért gondolom én azt, hogy a munka az talán az életnek a legfontosabb része, és miért nem tudom elképzelni ma sem az életemet munkanélkül. Ez részben magyarázott a könyv megírására is. Nem tudom elképzelni. És ez valószínűleg azért van, mert azt láttam kisgyerekkoromban, hogy azt nem lehet kikerülni. Tehát
A búzát akkor kell learatni, amikor megérett, és akkor kell elvetni a magot, amikor az időjárás azt megengedi, és az állatoknak napjában minimum kétszer enni kell. Akár esik, akár fúj, reggel is meg kell etetni őket, este is meg kell etetni őket, és ez, lehet, hogy ez nem így van, de ezzel magyarázom, hogy az én napjaim is tulajdonképpen mindig nagyon szigorúan beosztva munkával telnek el, még a nyaralás alatt is igazából, akkor is. Valójában mindig, mindenhol, szombat-vasárnap is. Igen, ebben benne van egy munkaetika, nem mondom, hogy protestáns etika, mert Kalocs az éppen nem egy protestáns környék természetesen, de hogy talán az is benne van, hogy képes is gazdálkodni az idejével, tehát abban is van egy professzionalizmus, ahogyan képes használni az időt, felhasználni arra, hogy az a teljesítmény kijöjjön belőle, aminek ki kell jönnie, erre tényleg nem mindenki alkalmas. Igen, ez már egy olyan filozófiai megállapítás volt, amit nem akarok kommentálni. Ezzel együtt egyébként, csak hogy ne keltsük a nézőkben vagy a hallgatókban azt a benyomást, hogy kizárólag dolgozik, azért van egy ilyen kamaszos periódus is, amikor koncertekre jár, amikor ezt a motoros nagy utazást teszi barátaival, és ez tulajdonképpen elég meghökkentő módon végül is ez Kalocsához kötődik igen nagy részt. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen végén vagyunk, 60-as évek második felében, igen. Hogy ilyen kettős életet éltem kettős tulajdonképpen, élet. Tehát a gimnáziumban és a kollégiumban is igyekeztem nem sikertelenül megfelelni az elvárásoknak, általában jó vagy jeles eredményeim voltak, azt gondolom. Nem voltam túl jó tanuló mindenből, testnevelésből, vagy énekből, meg gyakorlati foglalkozásból, mindenhoz, ami valami készségtárgy volt, rajzból, azokból nem voltam igazából jó. De mondjuk matematikából, vagy a történelemből, irodalomból, abból igen. Tehát ezt igyekeztem megfelelni, de ott volt a 3 hónapos nyári szünet, vagy akár a tavaszi szünet, téli szünet, amikor hát egy ilyen, nagyon nehezen mondom ezt ki, egy ilyen falusi beat életformát próbáltam érvényesíteni, mert tehát a falunak megvolt a maga népi kultúrája. Én azzal együtt, ahogy váltam értelmiségévé, éveken át ettől próbáltam elszakadni, és próbáltam új identitást találni magamnak, új kapaszkodókat, és ennek az egyik fontos fogantyúja volt a beat irodalom, a beat zene, és a beat életérzés a 60-as években. És én ebbe próbáltam minden módon ehhez kapcsolódni, külsőleg is hajviseletbe, farmerba, amit a kollégiumban nem lehetett viselni. De akkor szeptember elsőjén levágott a haját? Le kellett vágni, így van, és nagyon szurkoltam egész nyáron, hogy ha a Kalocsán vagyok, akkor nehogy belefussak a gimnázium igazgató, a kollégium igazgatójába, mert akkor ez szeptemberben szóvá fogja tenni, hogy milyen hajjal látod, de erre nem került sor, sikerült ezt a kettős életet így megőrizni, és valóban hát koncertekre jártam, táncolni szeretem, Szabad Európát hallgattam, majd éjjel-nappal tulajdonképpen nyári szünetben, és aztán szeptembertől éltem ismét. Ez a zenei műsorokat jelenti, nem az éveket? A zenei műsorokat jelenti, de utólag, ahogy visszagondolok rá, ugye ez a délutáni randevú, ez egy Cseke László műsor volt, Ekecs László más néven, mert volt Tinézsa part is, de a délután rendezvú az vasárnap délutánonként, vagy szombat délutánonként szokott lenni, és 3 órás volt. És ugye elég nehéz volt megtalálni a rövid hullámon, és zavarták is, tehát ha egyszer sikerült egy jó frekvenciára ráállni, akkor azt a hírek is mentek, amire talán nem figyeltem annyira, de utólag visszaemlékszem, hogy a Forgószínpad című műsorra szintén többször hallgattam, amely egy olyan műsor volt, hogy a Rádió Szabad Európa tudósítói Rómából, Párizsból különböző kulturális eseményeket jelentettek, és utólag azonosítottuk, hogy vissza tudtam emlékezni arra, hogy az a római vagy párizsi tudós is a Bormándi Gyula csinálta, aki azután utána ugye itt megjelent Magyarországon is. Tehát amit tudott a világról, az ez volt. Tehát nem a Népszabadságban olvasott cikkek, de nem, na most még ha nem is tudatosan tájékozódott. Tehát napi lapokat nem olvastam, de a világ tájékozódásában a Szabad Európának volt egy fontos szerepe, de ezt hozzáteszem, hogy voltak kedvenc magyar újságjaim is. Ilyen volt az akkortájt indult Magyarország, amit azt hiszem a Pálfi József szerkesztett. Az egy nagyon jó nemzetközi tájékoztatást adott, és volt egy ilyen is, hogy világesemények dióhéjban. Ami nyilván itteni ízlés szerint készült a szemléletét, de olyan faktológiai tudást adott nekem arról, hogy mi van Vietnámban, mi van Kínában másút, hogy ezt a kollégium igazgatója is díjazta, és mint politikailag tájékozott embert tartott emiatt számon. Tehát ezt is figyeltem. A magyarországi eseményeket
Az kevésbé. Tehát napilapokat nem olvastam. De ugye itt is a kettősség, hogy ezek mellett a politikai jellegű lapok mellett, hát a kedvenc újságom volt az Ifjúsági Magazin, amely 65-ben indult, azt hiszem, és Kalocsára egy vagy két példány érkezett belőle, és akkor az újságosan mindig meg kellett beszélni, hogy egy példány nekem tegyen félre. Aztán később másodikban sikerült már, hogy mondjam, elintéznem, megoldani azt, hogy a kollégium járassa a folyóirat olvasójába. Ezt meg kellett dolgozni. Minden ősszel mentünk almát szedni, vagy paprikát szedni a kollégisták, és a bevételből mi dönthettük el, némi tanári irányítással persze, hogy mit vásárolunk. És én fölvetettem, hogy az Ifjúsági Magazint is meg kellene rendelni. Az igazgató ezt kicsit furcsálta, de hozzájárult, és akkor onnantól kezdődően volt a kollégium egyébként nagyon jól felszerelt folyóirat olvasójában. Minden irodalmi nap, újírástól, kortársig minden megvolt, napilapok megvoltak, sok minden. Külföldi lapok nem voltak, csak magyarországi lapok. Világos, meg hát ez valamiféle belső autonómiára utal, hogy lehet-e szavazni arról, hogy milyen lapokat járassanak. Igen. Tehát ezt mondjuk azt nem szavaztuk, nem volt szavazásról, hogy a Népszabadságot járatják, vagy nem. Az jött. Az világos. Az jött, de ezt lehetett ilyet kérni, mint ahogy általában az volt ennek a kollégiumnak a belső szervezési elve, amely nagyon emlékeztetett részben a Nékoszra, részben Makarenkóra, részben pedig a jezsuitáknak a nevelési elveire. Ennek valami elegye volt, de a szigorú fegyelem teljesítmény ez alap volt, de ugyanakkor a diák önkormányzatiság is. Volt önkormányzati vezetőnk, voltnak ennek kultúrfelelős, a sportfelelős egyebek, és bizonyos dolgokban mi döntöttünk. Mindig volt egy tanárfelelős is, aki azért orientált bennünket, de elég nagy szabadsággal tudtuk a saját ügyeinket intézni. Úgyhogy amikor Pataki Ferenc, aki a Nékosznak az utolsó főtitkára volt, és később az akadémia alelnöke lett, meghallotta tőlem egyszer, hogy én a Szvétek kollégiumban jártam, akkor szinte párás lett a szeme, és mondta, és így emlékezett rá, hogy ez volt az a kollégium, ez a Szvétek kollégium volt az, amely a Nékosz hagyományából a legtöbbet át tudta menteni egy olyan világba, amely a Nékosz tagadására épült. Úgyhogy tehát jó szívvel emlékszem vissza erre a kollégiumra, annak ellenére ugye hajat le kellett vágni, farmerban nem lehetett járni, stb. Tehát ez... Amikor leérettségizett, mennyit? Szóval mennyire volt kialakult elképzelés arról, hogy mi legyen a folytatás? Ez már érettség előtt ki kellett, hogy alakuljon, mert be kellett adni a pályázatokat még érettségi előtt. Inkább úgy kérdezem, hogy mennyire, tehát az, hogy beadja a felvételét, az mennyire egy... olyan értelemben vett tudatos döntés, hogy arra adja be, amivel foglalkozni szeretne, vagy pedig jobb híján, kizárásos alapon. Egy kis kompromisszummal arra adtam be, mert ugye mindenképpen bölcsész akartam lenni, vagy humaniórákkal akartam foglalkozni, ami még mindig dönten a olvasást jelentette, különféle történelmi, irodalmi olvasmányokat. De biztosra akartam menni, és ugye franciából 4-es voltam végig, és a felvételi két dologból tevődött össze, a gimnázium eredményekből, dönten az érettség eredményeiből, de a korábbi jegyekből is, és a fölvételből, 10-10 pontot jelentett ez, és úgy akartam menni, hogy 10 pontot vigyek, hogyha a felvétel esetleg rosszabbul sikerül, akkor is fölvegyenek, mert ha nem, akkor vége az értelmiségi. Ilyen erős volt a francia Kalocsán, és a franciaul kutatott, tehát és csak 4-ese volt. Igen, 4-es voltam nagyjából végig, mert talán nem tudtam olyan jól a racsolni, vagy a francia kiejtést utánozni, mint ahogy a néhány szorgalmas kislány, akikből lett is az egyik francia tanár például. Tehát ötösre érettségiztem, jelesre érettségiztem egyébként franciából, de közben 4-es voltam. Magyarból és irodalomból is történelmi viszont mindig 5-ös voltam. Tehát olyasmire akartam menni, ahol biztos a 10 pont, amit viszek. Viszont Szegeden, az egyetemen, ahol mi területileg tartoztunk, ott nem indult magyar történelmi szak éppen abban az évben. Akkor fölmerült, hogy esetleg jogász legyek, mert oda pedig történelmiből kellett felvételizni. Fölmerült a közgáz is, mert ott matek történelmiből kellett felvételizni, és matekból is többnyire 5-ös voltam. Végül azután a legbiztosabbnak azt tűnt, hogyha a Szegedi Főiskolára felvételizek magyarból és történelemből. És hát ez nem is volt rossz döntés, azt hiszem, tehát 9 pontot kaptam a felvételin, 10-et hoztam, és 20 volt a maximum, úgyhogy simán fölvettek. Szegedhez való viszonya nagyon
összetett, ha mondhatom így, mert egyrészt nyilván ugye az embernek az egyetemista évei azok ilyen, tehát belevonódás tulajdonképpen egy másfajta életbe, igen, és ezt teljes mértékben átéli. Ott van ez a munkaetika, következésképpen elkezdi beledolgozni magát a témáiba, és közben pedig talán ez az az időszak, amikor a legaktívabban vesz részt, hát abban a közéletben, ami rendelkezésre áll a 70-es évek elejének Magyarországán, és ehhez az utóbbihoz kapcsolódik azt hiszem egy meghatározó csalódás, ami bizonyos értelemben befolyásolja is azt, hogy teljes mértékben a tudománynak szenteli magát, és hát maximum annyiból lesz a közélet részese, majd erről később fogunk beszélgetni, amennyire a tudományos műveit a közéletben tárgyalják, de hogy pozíciót nem vállal, nem lesz önből nagykövet, sem politikus, sem semmilyen más politikai állást betöltő ember, mint egyébként sok történészből lett aztán például a rendszerváltás idején. Igen, hát a titokban elolvastam egyszer a kollégiumban, hogy a tanárok milyen minősítést írtak rólam. És volt egy olyan mondat ebben a minősítésben, hogy rendkívül individualista, de ha feladattal bízzák meg, akkor a közösségért dolgozik. Ennek következtében valószínűleg én már harmadiktól azt hiszem a kollégiumnak a kultúrfelelőse voltam, ami egy ilyen diákvezetést jelentett és feladatokat, és tulajdonképpen természetes volt számomra, hogy Szegeden is nagyon gyorsan diákvezetővé váltam, mégpedig a főiskolai KISZVB-nek a tudományos diákköréért voltam felelős és irányítottam, de más ügyekben is hajlamos voltam arra, hogy a csoportban valamiféle ilyen irányító szerepet vállaljak. Ez azonban balul ütött ki, mert ennek itt volt egyfajta politikai vonzata is, amennyiben olyan nézeteket vagy könyveket népszerűsítettem a társaim körében, amelyre fölfigyelt az elhárítás. Az elhárítás egyébként már katonaként fölfigyelt rám, amiről nem beszéltük, nem csak rám, másokra is, és ezen a szálon azután itt is elkezdtek jelentéseket írni arról, hogy mit olvasok, mit terjesztek, milyen nézeteket. Mit lehetett olvasni, ami ilyen felfüggesztő? Hát volt egy olyan sorozat. Hiszen gondolom csak legálisan kiadott könyvekhez lehetett hozzá. Nem, volt egy ilyen féllegális sorozat, a Kossuth könyvkiadó adta ki, a pártvezetőknek, uh-huh, illetve állami vezetőknek, ezt Kossuth zárultnak, igen, hívták, amely lefordítottak a világban olvasott politikai műveket, és számozott példányok voltak, és a vezetők ezt megkapták. És nekünk volt egy olyan osztálytársunk, vagy évfolyamtársam itt Szegeden, akinek az apja VB titkár volt az egyik megyébe, és ő megkapta ezeket. Nem olvasta természetesen, de a fia néha hozott belőle, és amikor én rájöttem, akkor ezeket kértem, hogy hozza el őket, és néhányat meg is őriztem belőle, néhányat vissza kellett adni, hogy mik voltak ezek. Például Herbert Marcusének az Egydimenziós ember, a Ernst Fischernek a Művészet és koegzisztencia, akkor a növekedés határai, ez a Római Klubnak a jelentése, Combendinnek a új baloldalisággal kapcsolatos könyve, mindezek, és még néhány, mindezeket én buzgón olvastam, és itt ezeket is jegyzeteltem, úgyhogy ezek is megvannak, és ennek nem örült, nem is annyira, főiskola vezetése örült, meg annak, voltak még más problémák is. Tehát, milyen más problémák lehettek még? Hát olyan problémák, ugye, hogy 68 után vagyunk. Így van. Azt én nem tudom honnan, de én tudtam, amit a Robert Merl utána meg is ír az Üvegfal mögött című regényébe, hogy az események Nanterbe kezdődtek, ami egy külvárosi egyetem, és Combendit volt, a német zsidó származású, de a francia egyetemen tanuló fiú volt ennek a fő spiritus rektora, és az egyik probléma az volt, hogy a menzán rossz a kaja, a másik probléma meg az volt, hogy a fiúk nem mehetnek fel a lányokhoz, vagy ha fölmennek, nos, ezt mi is lejátszottuk itt Szegeden, mert éppen egy vegyes kollégiumban laktam. A földszinten fiúk voltunk, az emeleten meg lányok voltunk. És hát elmúltunk, 18-20 évesek voltunk, és úgy gondoltuk, hogy mi ezt el tudjuk dönteni, hogy fölmegyünk a lányokhoz, és ha ők befogadnak bennünket, akkor ott mi történik. De ezt a kollégium vezetése nem nézte jó szemmel, és ebből keletkezett egy olyan ügy, amely tulajdonképpen a Kádár irodáig jutott, mert följelentettek bennünket, hogy itt ilyen anarchista, meg egyéb szervezkedést akarunk csinálni, és ezek valahogy mind összekapcsolódtak itt a főiskolai vezetésben, meg a szegedi állami városi vezetésben, és hiába voltam jó tanuló itt is, és hiába nyertem tudományos diákköri pályadíjakat,
Ez bizonyos értelemben emiatt kiürült körülöttem a levegő, vagy úgy éreztem, hogy annyira mentek ezek a vizsgálatok, hogy egy ponton túl ezeket a tiltott irodalmat és a jegyzeteimet is eldugtam, mert féltem. Egyszerűen féltem attól, hogy le fognak tartóztatni. Tehát olyan hírek jöttek, hogy megijedtem, féltem, és azután még a leginkább támogató tanárom is egy kicsit rezerváltá vált, és az ő javaslatára harmadik után elhagytam Szegedet. Tehát nem is fejeztem be a főiskolát, illetve csak levelezőn fejeztem be a főiskolát. Noha ez a tanárom korábban olyan kijelentést tett, hogy tanársegédként számítanak rám a főiskolát, ez rendkívüli mértékben frusztrált. Utólag úgy látom, hogy lehet, hogy ez egy jó döntés volt, vagy egy jó hely. Jó, véletlenül ugyan, de jól alakult a dolog, mert a Kecskeméti Levéltárba kerültem, ott megismertem egy vidéki megyei levéltárnak a rendszerét, és azt hiszem, hogy ez segített a későbbiekben, Párizsban is, Washingtonban is, a külföldi levéltárakban is, hogy egy levéltári rendszerben eligazodjak, és talán nem volt véletlen, hogy mindegyik levéltárból egy unikális anyaggal tértem haza. Lehet, hogyha nincs ez a kitérő, hanem itt maradok Szegeden, tanársegédnek, akkor betagozódok az itteni világba, és lehet, hogy most itt egy nyugdíjas főiskolai tanárként sétálnék a Széchenyi téren, és lehet, hogy akkor boldog lennék, vagy jó lenne, ezt nem tudjuk kipróbálni, hogy mi lett volna akkor, de valószínűleg jobb pálya volt az, hogy Kecskemét, a Történettudományi Intézet, és ha úgy emlékszem, Kecskemétnek olyan nagyon nem örült az első Kifejezetten nem örültem. Kifejezetten frusztrált. Az összegtem, ez Szegedhez képest visszalépésként. Hogyne? Hát Szeged azért mégis egy értelmiségi város volt. Igaz, hogy ha kiléptünk az alsóvárosba, akkor parasztházakat találkoztunk, de azért a belváros, a körúton belül, az mégis egy diákváros volt. Tehát majdnem néha úgy nézett ki, mint egy kampusz. Annyi volt a főiskolás, egyetemista, középiskolás, hogy kifejezetten egy élénk város benyomását tette ránk ez, és sok szempontból az is volt. Tehát a Pál István, Pál Isti itt volt a Szeged Egyetemen akkor is, működtette azt az underground színházát valójában, ami nagy élmény volt számunkra. Ártkinó volt, koncertek voltak a templomba, a fogadalmi templomba, Bach koncertek egyébként, tehát egy ingergazdag közeg volt. Most ehhez képest Kecskemét minden tekintetben egy visszalépést jelentett. Nem akarom bántani Kecskemétet, mert nagyon sokat okultam és tanultam ott is, és ott is találtam barátokat és olyanokat, akik engem támogattak, de Szegedhez képest kétségtelen visszalépés volt, és fő törekvésem volt, hogy elkerüljek Kecskemétről valami egyetemi városba, ahol egy olyan atmoszférába élhetek ismét, mint Szegeden. Mikor fogalmazódott meg önben az, vagy mikor mondta ki saját magának, hogy történész lesz? Itt Szegeden. Nem így érkeztem, tehát elsősorban inkább az irodalom érdekelt. A magyar, de a világirodalom is. Ám itt Szegeden az derült ki, hogy a történelmi tanszéknek a tanárai sokkal inkább komolyak és foglalkoznak a diákokkal, mint az irodalmat tanító tanárai. Ott is voltak jó tanárok, de a történelmi tanszéken kifejezetten tudományos diákkör működött, ambicionálták azt, hogy a diákok is kutassanak, és egyfajta szimbiózisban éltek a tanárok a diákokkal, ami jelentett adott esetben kocsmázást is, és jelentett filmeknek a megbeszélését például a tanszékvezetőnkkel. Rendszeresen voltak ilyen megbeszélések, hogy volt egy új Jancsó film, akkor azt néhányan az ő vezetésével azt megvitattuk. Tehát ott egy pezsgőbb, szellemibb légkör volt, és ott dőlt el, hogy tulajdonképpen történészek azzal, hogy az első évben volt egy ilyen, első fél évben egy ilyen tárgyunk, hogy bevezetés a történt tudomány módszereibe vagy elméletébe, és azt azzal kellett zárni, hogy írunk egy kis dolgozatot. És én is írtam egy kis dolgozatot, amely tetszett a tanárnak, kibővítettem, és már elsősként a következő tavasszal az akkori diákköri konferencián első díjat kaptam vele, és ezzel tulajdonképpen eldőlt, hogy a történelmi irányába megyek tovább, és az érdekes az, hogy a szegedi elhárítás is ezt ambicionálta. Tehát tulajdonképpen köszönhetek sokat a szegedi elhárításnak, mert arra utasította az ügynökeit, meg a társadalmi kapcsolatait, hogy a Rumsicsot abba az irányba kéne befolyásolni, hogy a tudománnyal foglalkozzon, hagyja ezt a filozófiai, meg a politikai irodalom, és valójában ez történt. Majd erről fogunk beszélgetni. Igen. A beszélgetés második részében, hogy ez sem lesz olyan egyszerű, ugye a politika rajta Igen. tartja a mutatóját, a történettudomány ütőjelén is, de még egy dologra hadd kérdezek rá.
idáig tudunk eljutni ebben a személyes történetben. Egy másik interjúban hallottam öntől azt a mondatot, tehát most már érintettük Kalocsát, Szegedet, Kecskemétet, nyilván Budapest is szóba jönne, vagy Göd, ahol lakik, és hát mindazok a külföldi egyetemek és kutatóhelyek, ahol jár. Nagyon megütötte a fülemet egy interjúban az, hogy soha nem vált budapestivé, jobban érzi magát, vagy jobban kiismeri magát, vagy otthonosabban érzi magát, nem is tudom, mi volt a pontos megfogalmazás, Párizs belvárosában, mint Budapest belvárosában. Egyik barátnőm azt mondta, ezt többet nem mondjam, mert ez nagyon nagyképűen hangzik. Nem. De valójában ez az igazság. Miért? Azért, mert én Pestre mindig dolgozni jártam, és ma is dolgozni járok könyvtárba, levéltárba. De nem Pesten, Zuglóban vagy Budán élek, hogy annak a mikroklímáját megismerjem. Párizsban viszont nagyjából, amikor ott voltam, mindig a Cartier-Latin-ben laktam, vagy a Cartier-Latin közelébe, mindig oda mentem könyvtárba, oda mentem kocsmákba. Ott van a Sorbonne, a régi Sorbonne tulajdonképpen, ahol voltam vendégtanár is. Tehát abban otthon, jobban otthon érzem magam, mint egy pesti kerületben. Pesten tulajdonképpen nyugati, meg az akadémia közötti sávban az, amit valamennyire ismerek. És hogy ezt bizonyítsam, hogy ez így van, a Margit-szigeten életemben azt hiszem, hogy kétszer voltam. Egyszer, amikor a fiam kisgyerek volt, és megmutattuk neki, egyszer meg az egyik haverom elvitt a sportuszodába, hogy úszni szeretek, hogy nézd meg, hogy ez milyen. Kétszer. A Luxemburg Parkba, hát az nem is tudom megmondani hányszor, több tucatszor, tehát ott sok mindent, sétáltam, zenét hallgattam, tanultam, tehát az, úgyhogy nem messze menően szeretném elkerülni a nagy képűséget, mert tényleg nem erről van szó, de azt a gimnáziumban a francia tanárunk, az a francia kultúrát is megszeretette velünk. Úgyhogy amikor először voltam Párizsban, akkor az ő útmutatására emlékezve tudtam, hogyha mondjuk a Notre Dame-nál átkelünk a Sajnán és megyünk délre, azt hiszem, akkor a Pantheon, a Sorbonnehoz, majd a Pantheonhoz érünk, a Luxemburghoz, és hogyha visszafordulunk, akkor jön a Cluny kávéház, ahol Adi leste az őszi faleveleknek a suttogását. Úgyhogy ilyet Budapestről nem tanított nekem, senki nem szeretette meg velem ilyen értelemben Budapestet. Tehát Szegedet ugye itt megszerettem, Pest az mindig nekem munkahely volt, és nem egy olyan lakóhely, ahol sok arcát megismerhettem volna. Én azért, ha majd esetleg újra fölmerül a barátaival ez a téma, akkor szerintem erre válaszolhatja azt, hogy ez azért nem nagy képviség, mert közben, és én azért hoztam ezt szóval, közben igazából imponáló az a lokálpatriotizmus, ami önt jellemzi. Beszélgettünk itt az interjút megelőzően, és mondta, hogy például az önéletrajzi köteteivel is megy majd Kalocsára beszélgetni. Rengeteg különböző kutatási témájáról beszélt a szülőhelyén, a lakója helyéhez közel, és hogy van önben emellett egy ragaszkodás helyekhez. És igazából az iránt érdeklődnék, hogy szóval mi kell ahhoz, hogy egy helyhez ragaszkodjon? Budapesthez nem ragaszkodik, ez egy dolog, de Párizshoz, Göthöz, Ennél bonyolultabb, mert mindaz, ami egy történész munkájához alapvetően kell, a sokkal inkább Pesten van, mint akármilyen városban. Tehát a debreceni vagy a szegedi kollégák is, ha kutatnak országos témát, akkor Pestre kell jönniük. Tehát Szegeden csak a Csongrád megyei szegedi anyagok vannak. Ha valaki kormányzati politikával, az Pestre kell jönnie. A nagy könyvtárak Pesten vannak. Tehát ott is ez tehát ennél több, nem, szóval a kulturális forrásnak, vagy a színházak is például, tehát az ilyen értelemben Budapest az kulturális szempontból egy megkerülhetetlen, vagy nélkülözhetetlen egyéb, de mondom, nem úgy lakóhely, mint ahogy a többi helyek voltak, de amit a helyekhez kötődésről mondott, nem tudom, hogy miért, de egy nagyon érdekes pálya alakult így ki bennem, vagy egy körforgás, mert amikor fiatal voltam, tinédzserként, vagy akár 20 évesként is távolodni akartam, és távolodtam is a falutól és a kultúrájától, és ahogy öregedtem, mondjuk idősödtem, egyre inkább nem csak nosztalgiával gondolok vissza, hanem egyre inkább úgy érzem, hogy végül mégiscsak onnan jöttem én, és nem szabad elszakadni attól, és vállalni kell az ott élőknek a sorsát, és ez nehéz megmondani, hogy ez pontosan hogy van, tehát nem tudom, sikerült megmondani?
Nem, tehát... Ez egy válasz. Tehát, nem tehát feladatom, hogy osztályozom. Még mondjuk fiatalon Beatles-t hallgattam, és Rolling Stones hallgattam, és arra táncoltam, és a falusi lakodalmakban énekelt nótákat, azokat lehetőleg akartam elfelejteni, sem akartam róla tudni. Addig az utóbbi időben például meg tudok hallgatni egy 3+4 nevű ilyen lakodalmas zenét, vagy egyáltalán szobabiciklizés közben képes vagyok a Danko rádiót is hallgatni. Nem csak francia sanzonokat, hanem ezt is. Tehát ez egy az utóbbi néhány évnek, 10 évnek vagy 15 évnek a fejleménye. Szerintem ez egy fontos, és hát kényszerű lezárás is ennek a beszélgetésnek, és az első szakaszának, mert azt hiszem, hogy ez is egy magyarázat arra, hogy miért született meg ez az önéletrajzi kötet, mert hogy a saját gyökereit is, eredet történetét is igyekezett visszavezetni. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, folytatjuk majd a következő adásban. Köszönöm a nézőknek is, hogy velünk voltak, ennyi fért mai adásunkban. Nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt az értesítésekért, új tartalmainkról, és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb 2 hét múlva jövök, akkor folytatjuk Romsics Ignáccal a beszélgetést. Addig is ne feledjék, volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással. Viszontlátásra!